Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Ma esti vendégem Nyerges József megyei méhészeti szaktanácsadó, tisztelettel köszöntelek. Fontos, hogy beszélgessünk, hiszen az elmúlt időszakban már megszokhattuk, és azt gondoltam legalábbis én, hogy most már nyugvóponthoz közelít a magyar méhészet, hiszen esett szó a kínai hamisított méz elterjedéséről, teretnyeréséről, aztán, hogy javítóméznek használják a kiváló minőségű magyar mézet. Nagyon sok mindenről beszéltünk, ugye a tavalyi európai parlamenti ülést is idéztük, ahol egy Fejér megyei képviselő is segített abban, hogy ő tanácsaival azt bevegyék az ülésen, és határozott szülessék. Most azonban itt van újra a gond, a probléma, több mint 300 méhészet jelezte, hogy méhpusztulás van a megyében, illetve az országban. Nagy István agrárminiszter is megszólalt ez ügyben, és most már Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke is hozzátette az ő szakmai gondolatait. Nos, hát akkor erről kell, hogy beszéljünk. Méhészek és a Nébik együtt dolgozik, de azért el kell, hogy mondjuk, hogy hogy alakulhat ki egy ilyen nagy arányú méhpusztulás. Ugye mindig új és új kihívásokkal szembesülnek a méhészek. Az idei év az megint egy olyan év, amelyik nyomot fog bennünk hagyni. Az év eleje is már úgy indult, hogy nagyon sokáig tartott a tél. A tavasz az egy rövid időszak volt, a méhcsaládok nem tudtak felfejlődni gyűjtőképes állapotba. A nyáron az akácot azt még ki tudták használni, és itt Fejér megyébe, az ország egyik megyébe, ahol mézel a napraforgó, és ez a mezőföldi löszös kötött talajnak köszönhetően, a napraforgót nagy örömmel várták a méhészek, hogy ugyanúgy egy jó termést tudjanak róla begyűjteni, mint az akácról. De sajnos úgy néz ki, hogy a napraforgó megindulásakor a méhcsaládok elkezdtek elnéptelenedni. Tudjuk, hogy a napraforgó, mikor elindult, akkor egy esős, csapadékos, hideg idő volt, és az sok éves átlagtól eltérően két, de majdnem inkább három héttel korábban kezdett el virágozni. Sajnos ez a gyűjtő méh elhullás azt eredményezte, hogy a kaptáraknak a népessége annyira lecsökkent, hogy nem jutott méhecske a hordásra. Azok a méhek, amik a kaptáron belül a fiasítást gondozták, ők nem kijáró méhek, ők megmaradtak. A kijáró méhek azok viszont igen nagy számban, sokszor 100%-ban elpusztultak. Igen, erről foglak kérdezni, de és mi történt a repcével? Gondok voltak a repcével is. Az idén a gondok elsősorban azért voltak, mert a mély családoknak a fejlettsége nem érte el azt a szintet, hogy a repcét ki tudják használni. Tehát ez a 2-3 hét, mert egyébként a szélsőséges időjárás uralta az egész növénytermesztést az idén, az bőségesen elegendő volt ahhoz, hogy ilyen mély nyomot hagyjon a mély családoknál a méhészeknél is. Igen, mert ha sokáig tart a tél, ugye a mély családok nem kezdenek el szaporodni, nem kezdik el a fiasítás felületét növelni a méhanyák, és ha sokáig tél van, úgy mint az idén, és hirtelen megjön a meleg, a növények a megnövekedett melegnek, a hőmennyiségnek köszönhetően sokkal gyorsabban fejlődnek, mint a méhcsaládok. A fiasítás 21 nap alatt kell ki, a dolgozó fiasítás a méhcsaládokban. Hát ez a 21 nap, ez megmarad. Amíg a növényeknél, ha nagy hőmennyiség éri a növényeket, süt a nap, jó idő van, nappal is jó idő van, éjjel is, felgyorsul a növekedési ritmusok, a fenológiai stádiumok gyorsabban követik egymást, így a repce az ugye virágzott, de a mély család az nem volt megfelelő mennyiségű gyűjtömével ellátva. Ugye számtalanszor esett már szó arról is, hogy nagyon sok szakember, nagyon sok szakavatott méhész dolgozik Magyarországon, hiszen ezért vagyunk, többek között ezért is vagyunk Európa élvonalában. Mennyi méhészt érint ez a probléma? Mi tudjuk, hogy itt a mezőföldön, tehát ez már megjelent. Magyarországon körülbelül 20 ezer méhész foglalkozik méhekkel. A 20 ezer méhészből ugye két nagy kategória van, az egyik az főállású méhész, tehát gyakorlatilag csak ebből él, ebből tartja el magát vagy a
maga mellett a családját is. Ők viszonylag nagyszámú mécsaládokkal foglalkoznak, és mivel ez a kenyérkeresetük, nagyon odafigyelnek a mécsaládokra, nap mint nap kint vannak a méhesbe. A másik az idézőjelben hobbi, bár itt is viszonylag nagy mécsaládszámot is el lehet érni ugye a munkahelytől függően, hogy mennyi szabadidőt biztosít a méhésznek. Ők is azért 50-100 mécsaláddal még talán elbírnak. Ők már kevésbé vannak ott minden nap a méheknél, és azok, akik pár mécsaláddal méhészkednek, ők inkább ilyen hétvégi örömméhészek, ők találkoznak ezekkel a problémákkal a legkevesebbet. A főállású méhészek, azok nap mint nap ott vannak, tehát ők a méheknek a mindennapos életét figyelemmel kísérik, bármilyen negatív változás van, ezt már ők látják, hisz pénzbe is. Hogy állunk mélegelők tekintetében? Hiszen azt tudjuk, hogy a magyar növénytermesztés ilyen értelemben a napraforgó és a repce térnyerése, illetve hála Istennek azt hiszem leginkább nektek köszönhetően, az akácerdők megmaradásának köszönhetően viszonylag jól ellátott. Ugyanakkor ez nem mindenütt így van, ez a mezőföldre mindenképpen igaz. Hát ugye szerencsére jó talajadottságok vannak itt Fejér megyében. A repce az első olyan nagy mennyiségű nektárt és virágport adó növényünk, amiről gyűjteni is tudnak a mévek, tehát elvehető mézmennyiség van. A megyében a következő az akác. Ez a kötött talajon jól és viszonylag hosszú ideig mézel, és Fejér megyében az a kedvező lehetőség is van, hogy a megye déli részére vándorolnak egyszer a méhészek a mélycsaládokkal, és az ottani dandárt a legnagyobb hordást nyújtó napokat kihasználva, utána felmennek a megyei északi, tehát a bakonyaljai részekre, és ezt a középakácot és a majdnem északi akácot kihasználva egy 3-4 szerencsés esetben 5 nap hordással többet tudnak gyűjtetni a méhekkel, és utána viszont egy szegényebb időszak következik. Ez a megye, ez repce, kukorica, napraforgó, tehát ilyen gabonatermős vidék. Ezek az idézőjelben alternatív növények, mint facélia, olajretek, bustár kevésbé fordul meg a megyébe, illetve ha van, akkor kevés, és nagyon sok röpkörzeten belül levő méhcsalád is ugye látogatja. Ezekre nem igazán tudnak a méhészek vándorolni, vagy elmennek más mélegelőre, lásd vaddohány az Alföldön, bár ez is most már problémát jelent, hogy ugye invazív faj, tehát özönfaj, írtják, és a talajnak a kimerülése is már kevesebb nektárt engedélyez ennek a növénynek. Tehát ez a rövid időszak, ami a napraforgó előtt van, vagy elvándorolnak a megyéből a méhészek más megyébe, vagy pedig elkezdik felkészíteni a méhcsaládokat a napraforgóra. A következő és eddig biztos hordást nyújtó növényünk volt a napraforgó. Az akác az ugye, ez a május elejé hideg, esős, csapadékos időben beleszokott most már futni. Nem biztos, hogy nagy bizonyossággal mézel. A napraforgó az viszont egy nagy melegben 2-3 hétig mézelő növényünk volt. Fejér megyében átvette a főhordást nyújtó növénynek a helyét. Sajnos az idén ez a teória megbukott. Nos, Nagy Istvánról beszéltünk, a szaktárca vezetője, miniszter, az új miniszter. Egyértelműen a növényvédőszereket, illetve a növényvédőszereket nem megfelelően használó gazdaságokat tette felelőssé, és részben Bros Péter elnök úr is ezt mondta. Erről most nyilván nem fogjuk megnevezni azokat a növényeket, viszont a neonikotinoidok, tehát ezek nehéz kimondani, mindenképpen szerepet játszhatnak ebben. Beszéljünk egy kicsit erről a növényvédőszerekről, mert hogy a szélsőséges időjárás a növényvédelmet is megváltoztatta. Igen, először is elnézést kérek a növénytermesztőktől. Ugye a méhészek azok egy szükséges rossz a számukra. Mi meg együtt szeretünk élni, vagy együtt is kell élnünk a növénytermesztőkkel, hisz a mélegelőinknek a nagy részét az ő általuk termesztett növények biztosítják. A növényvédelem és a helyes növényvédelem ugye
az esetleges rossz gyakorlatnak a következményeit a méhészek szokták szóvá tenni, hisz viccesen mondva a méheknek van szakszervezetük, annak nekik van szakszervezeti bizalmuk is a méhész, tehát mi szóvá tesszük, hogyha valami nem úgy sikerül, de nem, most nem merem állítani, hogy csak ez lenne a probléma. Az biztos, hogy egy összetett problémával állunk szemben. Ugye a neonikotinoidok azok már 2 évre fel is függesztették az Unióban a használatukat. Elsősorban francia méhészek tiltakoztak ellene nagyon határozottan. A tiltakozás hatására 2 évig felfüggesztették a használatát, bár Magyarország a második évben, ami az idén volt a második év, derogációt, illetve eseti engedélyt adott az idén már a repcére is, és a napraforgóra is. Ez egy csávázó szer, ami a vetéskor már rákerül a magnak a felületére, és a növénynek a fejlődési ciklusának a végéig ugye megóvja a különböző... Így van. Optimális esetben ez nem kerül bele a nektármirigyekbe, nem kerül bele a virágporba, és időben ugye lecsökken a szint a káros alá. Nem lehet tudni, hogy az idei évnek a felgyorsult fenológiája, esetleg a csapadékos idő, esetleg a szárasság, ami közben volt, okozhatta, vagy okozhatta-e. Erre vannak vizsgálatok, amire gyakorlatilag a méhészek jelezték, hogy ez nem egyedi, eseti növényvédelmi probléma, amikor véletlenül valaki technológiai hibát vét, hanem ez egy országos jelenség. Igen, tehát 1000-nél több eset fordult elő. 1000-nél több olyan eset, amit a méhészek arccal elmertek vállalni. Nagyon sok helyen ugye jelzik, hogy probléma van, de nem akarnak a helyi gazdák, hisz egy faluba egy vagy két növénytermesztő területén a méhészek azért csak őrájuk vannak szorulva, tehát nem akarnak konfrontálódni. Igen, az agrártársadalom része a méhész értelemszerűen, de én azt gondolom, hogy hát ez lépni kell mindenképpen. Hogy jött a kapcsolata a Nébikkel? Hiszen az élelmiszerlánc biztonság szempontjából a Nébik egyébként is vizsgálódik, most viszont kiemelten kötelessége. Így van, tehát van egy feltételezhetetlen növényvédelmi beavatkozás során fellépő mélypusztulásra egy eljárásrend, de ez látszik, hogy ez az idei év, ez nem olyan, hogy egy eseti beavatkozásnál levő problémának a megoldását keresjük a mintavételekkel. Ez egy országos jelenség, tehát az országban mindenhol nem követhettek el ilyen hibát, tehát valamilyen egyetemes probléma. Ez az egyetemes problémát kéne valahogy feltárni azért, hogy legközelebb ezt el tudjuk kerülni. Nyilvánvaló, hogy hetente ellenőrzik, és július 20-án várható eredménye, ezt olvastam a mai lapokban. Egy ilyen eredmény mennyiben határozza meg a jövőt? Tehát születhet-e olyan megállapodás a méhészek és a gazdatársadalom között, tehát a növénytermesztőkre gondolok, hogy a felfüggesztés, illetve ellenére, tehát akkor most ezt, amit nem tudtam kimondani egyébként sem, tehát a nikotinoidokat egyáltalán nem használják, vagy pedig további vizsgálatokra van szüksége ahhoz, hogy hát ha még valami van a háttérben. Ugye az Unió betiltotta ezeknek a szereknek, a neonikotinoidoknak a használatát, fölfüggesztette teljesen. Eseti engedéllyel szükséghelyzetbe meg lehetett adni, meg lehet állítólag továbbra is adni, így Magyarországon is. Ezek a jelzések, ezek azért vannak, hogy kiderítsük, hogy okoznak-e problémát, és hogyha problémát okoznak, akkor eseti engedélyt se adjanak rá. Ezek a csávázó szerek helyett már van egy új csávázó szer, ami esetleg ki tudja váltani ezt a problémát, hisz a gazdáknak egy jogos igény az, hogy minél kevesebb költséggel, minél kevesebb energiabefektetéssel, idővel tudják megoldani a növényeket. És egy csávázás az viszonylag jó megoldás erre, hisz
ha már magkorában ez a csávázószer rákerült a magra, és meg tudja óvni, és úgy tudja megóvni, hogy biztos, hogy ne okozzon környezeti károkat, és ne okozzon a méheknek problémát, akkor ez egy teljesen jó megoldás. Nos, a méhészekről még kérdeznélek, hiszen ez óriási kiesés. Van-e kellő kártérítési lehetőség, amivel átvészelhetik, hiszen ne feledjük, hogy egy nagyon erős méhészeti kultúráról van szó Magyarországon. Nincs lehetőség. Ugye el kell még mondanom, ezelőtt 15 évvel, 10-15 évvel néztük Amerikát, ahol ez a CCD, ez a kaptár elhagyásos tünetek megjelentek. Ugye néztünk és mosolyogtunk, hogy hát biztos nem tudnak méhészkedni. Ez alatt a 15 év alatt azért rájöttünk, hogy nem egészen úgy van, ahogy mi gondoltuk. Gyakorlatilag el kell mondanom, hogy mi van most Amerikában, mert valószínű, hogy azért arra tartunk. Amerikában ezelőtt 15 évvel 15 millió méh család volt, ami az idén, tehát a mostani napokra már 4-5 millió méh család közé csökkent ez a szám. Most már az amerikai méhészek nem is a méztermelésből élnek, hanem gyakorlatilag bérmegporzást végeznek. Tehát elmennek a méh családokkal olyan gyümölcsösökbe, olyan ültetvényekbe, ahol a méhbeporzásra szükség van. Tudjuk, hogy a növényeknek a 84%-át, az élelmiszerek 76%-át rovarbeporzású élelmiszereket termelünk, ugye 74%-ban, illetve akik azzal védekeznek, hogy vannak azért öntermékeny fajták is, ugye a méhes beporzás az mindig növeli ezeknek az értékét, mindig növeli az élelmiszer mennyiségét. Kimutatták, hogy 24%-kal növeli a rovar megporzás ezeknek a növényeknek is a termés hozamát. És a megporzásra mindenképp szükség van, és tudnunk kell, hogy lehet, hogy gyümölcsöt, lehet, hogy különböző dolgokat lehet vásárolni a világban, de meg mézet is lehet vásárolni a világban, de megporzást nem. Tehát a méhészeknek most még nem, kezdik már sejteni, de most még mindig nem tudatosult mindenkiben, hogy a méhészek, a méhek elsősorban a megporzással végzik a legnagyobb munkát. Igen, hát a gyümölcsöseink, hát meglepődve olvastam, hogy Kínában emberek csinálják. Már volt olyan is. Igen, igen, tulajdonképpen. Nem láttam, ez elég viccesnek tűnik számunkra itt Európában. Hát, ha nem megy másképp, akkor saját magának kell az embernek. Gyakorlatilag ott a körtésekben annyira nem volt, nincs méhecske, hogy kis zacskóval, kis toll ecsettel a bibéket porozzák. Tehát úgy vélekedsz, hogy ez a helyzet, ami Amerikában már valóság, az rövidesen beköszönhet Európában is? Ugye már látjuk, hogy ott mi történt. Ezt kéne mindenképp megakadályozni. Tehát ez már nem olyan lenne, mint derültékből a villámcsapás, hanem gyakorlatilag látjuk, hogy mi a tendencia, ezt próbáljuk közösen megakadályozni. Közösen méhészek, közösen ugye a rendeletalkotók, hisz azért a zöldítés, hisz azért a különböző növényvédő szereknek az engedélyezése és a felhasználásának a finomítása, szigorítása, a szabadföldi kísérletezés, a szabadföldi kipróbálásának a komolyabb volta. Ugye ezeket mind megpróbálja, ezeket a víziókat megpróbálja elkerülni. A szaktárca kikéri az OMME véleményét ezekben, mert ezek szakkérdések. Igen, hát együttműködési megállapodás született. A Nagy István agrárminiszter úr, tudni kell, hogy méhész is volt, vagy talán még most is méhész is egy kicsit. Ő azért jobban látja, belülről is látja ennek az ágazatnak a problémáját. És még egyszer elmondom, mi mindenképp a növénytermesztőkkel együtt szeretnénk megoldást, és a jövő a gyerekeink és az unokáink érdekében. Jó, tehát az ellenőrzések folytatódnak a Nébikkel közösen. Én azt gondolom, hogy egyelőre beszéljünk csak ennyit erről, mert hogy a 20. eredmény az azt hiszem, hogy többet mond majd mindannyiunknak, amikor kijön az országos eredmény, hogy ez miért is történhetett így.
Hát addig is én nem tudom, hogy ilyenkor mit lehet kívánni. Én azt gondolom, hogy próbáljunk hatni a növénytermesztőkre és mindenkire, akinek ebben bármilyen szerep juthat, hogy óvjuk, védjük, hiszen ne feledjük, ahogy kezdtük, zárjuk keretbe, Európa legfinomabb méze a miénk, és ráadásul európai vonalában vagyunk, minőségben, mennyiségben, és arról nem is beszélve, hogy hány család, nem csak mély család, hanem hány család megélhetését biztosítja ez. Úgyhogy köszönöm szépen, hát további jó munkát kívánok. Én köszönöm a lehetőséget. És bizakodó vagyok, hogy a 20. vizsgálati eredmény az megmondja, hogy mi a következő lépés. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Kedves nézőink, az Agrárinfót látták, a méhészetről beszéltünk, hiszen folyamatos mészfertőzés van hazánkban. 1000-nél is több méhész jelezte ezt. Ez egy folyamatos probléma, úgyhogy én azt gondolom, a későbbiekben visszatérünk. Addig is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra.